A Teszed akció a legjobb példa arra, hogy egy jól működő civil társadalom hogyan segítheti a közösség és az önkormányzat életét. Tolnán az aktív közösségek száma is meghaladja a 20-at. A város vezetése minden esztendőben tanácskozásra hívja őket, közös problémáik és lehetőségeik tisztázására. Elég sok anyagi támogatást kapunk, elismerést a munkánkért, de hogyha ez egy kicsit még anyagiakban és elismerésben, és most nagyon fontos lenne egy megfelelő kultúrát környezetbe való elhelyezés a civil szervezeteknek, amire ígéret is van, és bízunk benne, hogy ez az idén meg is fog valósulni. Elég nagy lakosság létszámot fogunk össze a fiataloktól és az időseken átmenetileg, és aktivizáljuk őket mind a városi rendezvényeken, mind pedig saját programjainkon, amelyek fölölelik a sport, a kultúra és a szabadidő észszerű és okos megszervezését. Még az idős korosztály is megmozdítható közös ügyek érdekében. A tolnai szépkorúak között nem kevesen 80 éves koruk után is tevékeny életet élnek. Minden évben megrendezésre kerül a Humánbizottság által a civil szervezetek vezetőinek éves találkozója, és ezt éppen azért rendezzük, hogy egymás előtt elmondjuk főleg azokat a nyitott programjainkat, amit a város összes civil szervezete látogathat, és itt akkor elhangzik. Van ennek úgymond hozadéka is, nem csak az, hogy még jobban megismerjük egymást, tehát meg egymás tevékenységét, hanem valóban, tehát már a saját programjaink tervezésénél is tudunk arra számítani, hogy mi az, amiben bekapcsolódhatunk a másik egyesület programjába. Itt gondolok például a Bartók Béla női karnak a hangversenyeire, vagy a készes rendezvényekre, vagy különböző sportrendezvényekre, tehát itt akkor mindenki már tájékozódhat, hogy mi az, amiben ő is be szeretne kapcsolódni a másik szervezethez. A civil szervezetek azonban speciális helyzetben vannak, jelentősebb uniós pályázatra nem tudnak eredményesen pályázni. A város évről évre segíti a működést 2 millió forint összértékben, melyet közművelődési pályázat keretében könnyen elnyerhetnek. Mi arra számoltunk, hogy a CLLD pályázatban sok civil szervezet részt tud venni, úgy tűnik, hogy ez sajnos nem így van, de mi nyilván ezeket a programokat, amiket megvalósítunk, olyan egyesületekkel, alapítványokkal, akik eddig pályázatot nyújtottak be, akik nem ezek a hagyományosan működő civil szervezetek, mint például a nagycsaládosok, keresztény értelmiségek szövetsége, sakszakkör, sportegyesületek, időseket összefogó nyugdíjas klubok, amiből több is van a városban. Tehát ők nem tudnak ezekre az úgynevezett uniós pályázatokra pályázni, de meg fogjuk találni azt a módot, ahogy az ő programjaikat segíteni tudjuk ezekből a forrásokból is. Nekem az a fontos, hogy legyenek olyan közösségek a városban, akik valamilyen cél kitűznek maguk elé. Most ez teljesen mindegy, hogy sport, vagy tolnai séták, kirándulások, vagy hímzőszakkör, vagy sakszakkör, vagy lovas egyesület, teljesen mindegy, hogy mi. Legyen valami, ami értelmes célt ad, és ilyenből szerencsére sokan a városban. Nyilván az önkormányzat és a városvezetés az bizonyos prioritások mentén dolgozik. Ez az időszak, ez a jó néhány év, ez a beruházások és az uniós pályázatok és azok megvalósításáról szól. De hát kell, hogy legyen szíve és lelke ennek az egésznek, és ezek azok az emberek, akik itt a településen laknak, Tolnán és Mős település részen, idősek és fiatalok, és én azt gondolom, hogy erre remekül alkalmasak a civil egyesületek, hiszen ezeknek az egyesületeknek is van egy motorja, nyilván van egy-két ember, aki magára vállalja ezeket a szervező feladatokat, és az anyagiak előteremtését is, mert az is nagyon-nagyon fontos, és hogyha ez a szerencsés összeállás megvan, akkor azt gondolom, hogy semmiféle irányítás nem kell nekik. Pont jó az, amit ők csinálnak, és én annak örülök, hogyha megtalálják azt, amitől ők boldogok lehetnek.